Mindannyiunk életében meghatározó élmény az első nap az iskolában. De legalább ennyire fontos az oktatási rendszerben töltött többi napnak is a minősége. Az oktatási intézmények falai között nem csak tanítanak, nevelnek, hanem életre szóló barátságok is köttetnek. Itt tapasztaljuk meg a kudarcot, a sikert, és ha igazán jó pedagógusok vesznek körül, akkor 12 év után szilárd talajon állva indulunk tovább. Mindezek biztosítására nagy hangsúlyt fektet a Csíkszeredai Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium tanári közössége is. Ebben a munkában 15 éve lelkivezetőként vállal oroszlán részt Simó Gáspár. 12. osztály utolsó osztályfőnöki óráján mondta Bolyai József osztályfőnökünk, hogy írjuk meg, hogy mi a 10 éves, és aztán a 20 éves tervünk az életben. Határozottan emlékszem, hogy ugye én fényforgácsoló szakot végeztem Székelyudvarhelyen, Esztergályosnak tanultam, hogy azt írtam, hogy szeretnék ebben a szakban fönnebb menni, mesteriskolát is végezni, és azt is leírtam, erre is határozottan emlékszem, hogy azt is érzem magamban, hogy szeretnék pap lenni. Ez 87-ben volt. Fényforgácsoló szakot végeztem, ebben dolgoztam, elvittek katonának, utána visszajöttem, kicsit még esztergályosként dolgoztam, és csak nem hagyott ez a gondolat, ez a belső nyomás, belső mozgatás, belső mozgatóerő, nem hagyott nyugodni, hogy örökké a gondolataim akkor ő forogtak, hogy erről álmodoztam, képzelődtem, nem hagyott. Ez a belső vágy, ez a belső késztetés nem hagyott lennep. Akkor elvégeztem egy könyvelőségi kurzust, anyagkezelő revizor lettem a szövetkezeteknél, megyei szövetkezeteknél, abban is dolgoztam vagy két évet, közel két évet, és mindezek folyamán érlelődött meg bennem a gondolat, hogy na most aztán megértem odáig, hogy na most akkor lépjek afelé, ami úgy hiteles belső vágyam. 2003-ban édesapám mennybeköltözésének évében helyeztek át ide Csíkszeredába, Segítő Mária gimnáziumba, spirituálisnak, lelkivezetőnek, hittantanárnak. Egy lelkivezető nemhogy segítség egy egyháziskolának az életében, hanem én azt gondolom, hogy meghatározó szerepe van. Hiszen az iskolának a célkitűzései, ami a keresztény oktatási hagyományból ered, az arra is vonatkozik, vagy legalább olyan fajsúllyal vonatkozik a lelkiekre, mint amennyiben a tudásra. Éppen ezért azt gondolom, hogy az iskolának a lelki igazgatója az egy nagyon-nagyon fontos ütőere lehet egy iskolai közösségnek, mint ahogy a mi közösségünkben Simó Gáspár atyáról ez bátran kijelenthető. Ő egy olyan személyiség a közösségben, aki hát teljesen biztosan jó ez a példa, a mozdony szerepét jelenti, hiszen egy olyan dinamikus, egy olyan ízig-vérig élet igenlő személyiséggel bír, amit úgy a diákok, mint mi kollégái is messze menően szeretünk, és hát sajnos csak részben tudjuk értékelni. De hát az ő habitusa szempontjából sok mindent elmond, hogy cserkész, és hogy pap természetesen ezzel a tudatossággal, ezzel a lendülettel, ezzel a modernséggel, ha szabad ezt is megengedjem, bíró személyiség, ami tényleg elengedhetetlen egy iskolai közösség szempontjából, olyan iskolai közösség, mint amilyen mi vagyunk. Első tanítás, mondhatom úgy, a Jóisten részéről felém, amikor ide helyeztek a gimnáziumba, akkor mondtam, hogy mit fogok ezekkel csinálni, vagy mi
ilyen nem is tanítottak, hogy valami elveim legyenek, amihez fogom szabni magamat, hogy itt mit fogok csinálni. És mondtam, hogy Isten, valami segíts, valamit mondjál nekem, hogy mit csináljak. És akkor emlékszem, hogy tisztül volt a tanári gyűlés, az első gyűlés, amire kellett jönni, már be voltam költözve a lakásba, de hazamentem előző nap kaszál, vagy hazamentem édesem, és reggel kaszáltam, a kertbe kaszáltam, kaszálva rendesen. Jó ideibe felkeltem, hogy kicsit haladjak, hogy 9-kor legalább induljak el kocsiba, tudjak bejönni. De azelőtt már haladjak. És akkor, hogy kaszáltam, hátul a kertbe, hát egyszer csak, vagy a kaszált elhúzom, hát látom, hogy egy szentgyörgyi béka van a földön. Ugye a szentgyörgyi békának a hasa, haja sárga. Hasa az ég felé, de nem volt se keze, se lába. Mind a négy végtagja, hát én úgy ítéltem, hogy le van vágva. És én mondtam, jó, tudom, még nem vettem észre, hogy szegény béka. Na, ha ma, hogy vessek végig a szenvedésének, kaszát felhúztam, és puf, oda tettem egyet, és a második kettőt úgy megvolt bennem már, hogy kettőt, és mikor az elsőt odaüttem, már ment a második is, közben láttam, hogy a lábait így kinyújtotta. És mondom, most ölted meg. Jaj, mondom, hát ez most. De szóval a hideg is kirázod meg, hogy szögdöstem mérgembe, hogy milyen hülye vagy. És akkor később kezdtem gondolkozni, hogy de hogy történhetett ez meg? Hát úgy történhetett meg, hogy innen felülről eldöntöttem, 1,80 cm vagy 1,70 m a szemem, hogy nek vele mi van. És akkor meg eldöntöttem, nem néztem semmi. Elrendeztem. Hogyha lehajoltam volna, és alaposan megvizsgáltam volna, akkor láttam volna, hogy semmi baja, és megmenekült volna az élete. És akkor átvettem erre a kérdésre. Jó Isten üzent. Hát az van ember, hogy hogy bánjál? Egy elf. Hajolj le, légy egy közülük. Menj oda, egészen közel hozzuk, látod, hogy mi van, és úgy, ahogy van, abból lehet fennebb léptetni, vagy pedig a sebeit gyógyítani, vagy a kérdéseit. Oda egy kell legyél, ott kell legyél közöttük. Tehát teljesen semmiféle kert ne legyen, mert amikor elkezdesz öltözködni, reverendázni, meg galléroskodni, meg belépni abba a hivatalnok szerepbe, amit nem szeretnék taglalni tovább, akkor rögtön a falat látják, érzik. Nem, ott kell legyél, egy olyan megszólítható, egyszerű ember, mint ők, és amikor így van, akkor úgy mutatkoznak meg, amilyenek. És akkor te azt onnan tudsz rajtuk segíteni. Tehát ez egy pedagógia. Ott legyél egy közöttük, hajolj közel, hallgass meg, legyél empatikus, figyelmes, és akkor onnan beleviszed azt, ami tudod, hogy érték a hitélet. Bele tudod vinni. Ott vagy. Egy ajándékot hoztam nektek, mégpedig Hamas Bélától egy verset. Tegnap előtt olvastam, mert mentünk a püspök urat megköszönteni az igazgató úrra. Tavaly vittem Babits Mihálynak az elbocsátott vad, azt mondtam el, szeretem azt a verset, meg is tanultam, és akkor ezt is lehet, hogy meg fogom tanulni. Hamas Bélától kaptam ezt a verset, és azt akkor ajándékba hoztam nektek. Hamas Béla, Isten tenyerén ébredtem. Isten tenyerén ébredtem, s lenéztem a földre. Hófehér csúcsokra, kopár legelőkre. Kanyargos folyók tükrében láttam kelni a napot. Sugaraiban álmos hajnal mosakodott. Láttam az óceán gyermekként ragyogni, sírályokat felette felhőkkel táncolni. Láttam a békét az emberek szívében. Láttam az erdőket fürödni a fényben. Láttam sok-sok mosolyt, és láttam a reményt, láttam az embert, és láttam a zenét. Láttam a földet szeretetben élni, láttam a csöndet a széllel zenélni. Láttam az Istent, amerre csak néztem, miközben éppen az ő tenyerén ültem. És az ő hangján szólt hozzám a szél, mint anya, ki gyermekének mesél. Millió apró tükörben láthatod magadat, hiszen olyannak látod a világot, amilyen te vagy. Nekem ez nem teher, hogy ilyen legyek. Nekem az lenne viselkedés, hogy abba a szerepbe, amit
Mert sajnos így van, az emberek elvárása, a tennivalók, ami a plébános, az egyházadótól, a könyvelésig, a különféle szertartások vezetéséig, kölcsönöz neki egy olyan fajta tekintét és hozzávaló viszonyulásmódot, ami nem tud megszabadulni tőle. Én nem szeretnék, én azt szeretnék maradni, amilyen vagyok. Lehet, hogy nem tudom most elképzelni magamot, hogy milyen lennék plébániális lelkipásztor. Nem szeretnék. Én maradjunk meg. Olyan értelemben istenfélő embernek, hogy félek őt megbántani, mert szeretem. Tehát maradjunk meg embernek, akit Isten is bármikor megszólíthat. És bármikor megszólíthat ember is. Felosztanálok csoportokra benneteket, de ismeritek azt a játékot, hogy az a feladat egy közösségben, hogy fel kell számolni 10-ig? Igen. Ismeritek-e? Igen. Na, akkor eljátszodjuk. És ha valaki egyszerre szólal meg, előről kell kezdeni. Na figyelj, kezdjük el. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sikerült. Jó. Nincsen plébániám, tehát én csak az iskola lelkész vagyok, tehát nekem ez a tevékenységem az iskola. Persze besegítek. Többfele járok helyettesíteni. Azt is ismerem a plébániális munkát, de nekem inkább ez az iskola, és ez, én szeretem ezt. Tanítok hittant, különféle tantárgyakot hittan keretén belül, és történelmet is az 5-8 osztályoknak. Szomorúan vettem tudomásul, hogy a fiatalok körében egyre inkább terjed az ateizmus, az Isten tagadás. Én ennek okait szeretném kifűkészni, megérteni, hogy a jelenséget megállítsuk, orvosoljuk. Ezennel felkérlek tehát, hogy segítsetek feltárni az ateizmus jelenségének okait. Köszönöm, hogy részt vettek az egyház megújulását célzó mozgalom munkájában. Az Úr áldjon és védelmezzen benneteket, szeretettel testvéretek Ferenc pápa. Alkalomattán szívesen láttak a Vatikánban. Na jó. Na, mire jutottatok? Hogy egyik ilyen oka lehet az ateizmusnak a gyerekek körében az, hogy a szüleik is ateisták, így nem volt nagyon akitől a szülőktől átvegyék ezt az istenhitet, a másik az, hogy a baráti társaság és a környezet ateista, mivel hogyha nem tudnak Istenről, akkor nincs is, ahogy higgyenek benne. Egyik ilyen ok még a túlzott közömbösség, hogy tudják, hogy van egy Isten, de nem is próbálnak meg benne hinni, vagy... Még egy ilyen, az lehet egy gyerekkori rossz Isten élmény, aminek köszönhetően csalódott a gyerek Istenben is eltávolodik Istentől. És az utolsó, amit írtunk, az, hogy azt mondtam az előbb is, az ismeretek hiánya, hogyha nem tud a gyerek Istennek, akkor nincs is ahogy tudja. Nagyon komoly. Kortárs csoportnak óriási szerepe van, a családnak óriási szerepe van, a tudás, az ismeretnek, a képzésnek szintén nagy szerepe van, és még egy másikat is. Ja igen, a csalódás. Csak azzal szerettem volna kiegészíteni, nem biztos, hogy nem csak gyerekkorban csalódhatsz, egész élet folyamán történhet olyan valami miatt csalódsz, és elistentelenedsz. Eltávolodsz Istentől, lehet, hogy csak úgy ilyen kicsit, vagy egyszer csak megszöksz, mint ahogy mondják, hogy a hold is egyszer meg fog szökni a föld. Mozás köréből, mert 4 centit megy odébb-odébb. Évente állítólag ennyit távolodik, hogy igen, nagyon jó, szuper, szuper, nagyon jó. Ezek jó okok. Nekem a lelki élet megálmodása, irányítása, mit tudom én, levezetése jut többnyire, mint teendőnak. Atya, Fiú, Szentlélek nevében, amen. Hálaadóimat szeretnék, és nem dobjuk mindenkinek oda, de legalább 6 helyre dobom, vagy dobjuk.
Mit köszönöm? Köszönöm az életemet. Köszönöm, hogy van család. Köszönöm a mai napot. Köszönöm, hogy ilyen jó barátaim vannak. Köszönöm, hogy megjelentek ezt a helyet. Köszönöm, hogy beálltad a vizsgálatot. Köszönöm, hogy felrátszulunk minket. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Köszönöm szépen a figyelmet, áldott szép napot! Suliba is, tehát ott vagyok közöttük, ezért jó, hogy tanítok. Mert mindeközben, hogy szervezem az ilyen lelki programokat, szemrebbenésből, vagy kézmozdulatból, vagy arcukból, járásából látom, hogy ez nem ilyen. Rögtön meg tudom kérdezni, hozzá tudok szólni, vagy meg tud szólítani, rögtön beszélgetni, vagy megegyezünk, hogy akkor mikor találkozunk, mikor beszélünk, vagy stb. Tehát, és azért ez nekem is megajándékozások, de sok visszajelzést kapok azért, hogy jó volt elbeszélgetni, vagy odafigyeltek rám, vagy na, tehát hát mondjam, kvázi egy ilyen hát lelki apjuk vagyok, na, lehet azt mondani, hogy lelki apjuk vagyok, akit bármikor megszólíthatnak. Teológiai tanulmányaim folyamán az utolsó évben találkoztam a cserkészet mozgalmával. Hatod évben, amikor a legtöbb dolgunk volt, kellett írni a vizsgamunkát, akkor szottyant kedvem, hogy nem is kedvem, nem is szottyant, hogy akkor határoztam el magamat, hogy én fogok cserkészkedni. Ugyanis azt láttam, hogy minket módszertanilag a teológián nem tanítottak meg arra például egy hittanórát, vagy egy közösségi foglalkozás, hogy kell levezetni. Hogy kezdődik, mivel folytatódik, elméleteket, de erről nem tanítottak, na gyakorlatilag nem. És azt láttam, hogy ezek ezt tanulják. Hát mondom, ember, hát ezt el kell lopni, el kell tanulni. Sokat tudnék mondani, ez egy életforma. Egy gondolkodásmód, egy életforma, közösségi mozzanatai vannak, az Isten haza embertárs szolgálatára való nyitottság, készség, tevésvágy. Na, 2003-ban ide kerültem, 2004-ben már megvolt az alapítás itt is. És hát mindig, hát számban nem akarok bocsátkozni, legalább biztos 300 ember már cserkész lett, amióta én ide kerültem, de ez csak úgy, nem végeztem ilyen felmérést. Azóta, hát én lettem a Romániai Magyar Cserkész Szövetségnek, megválasztottak a katolikus lelki vezetőjének. Hát többek között a vezetők lelki gyakorlatát szervezem a szövetségbe, és a cselen, az a cserkészek lelki gyakorlata, ami az 5. osztályostól úgy a 10-11-es korosztály célozza meg. Tehát országos rendezvényeket, ezt a kettőt vállaltam fel szervezni. Hát a cserkészet is nagyon kiszínezte az életemet. Én a magam számára, hogy persze nagyon sok időm és energiám benne van, de éppen ezáltal, mert hogy ezeket a programokat vezetni kell, vagy rengeteg színt kapott az életem, mélységet, tartalmat, kapcsolatokat jelent ez. És fontosnak tartom, hogy ezt csináljam az iskolában is, mert a gyerekeket szocializálni kell, tehát kapcsolatba kell hozni. De még most nem is tudják, aki elkezd cserkészkedni, hogy ennek mennyi áldása, hozománya van.
Balázs Lajos nyugalmazott tanárral beszélgettem egyszer, abba állapodtunk, meg ő mondta ki, hogy a pedagógus boldogság felelős. Hogy tényleg boldogság felelős. A gyermekeknek, akiket nevelünk, a boldogsága felelőse vagyok. Tehát, hogy ő boldog ember legyek, nekem azért felelősségem van. És hát nem elég, hogy felelősségtudatom van, hanem ezért valamit tenni is kell. És például ezt teszem. Ezek a programok alkalmat szolgáltatnak arra, hogy egymást megszeressük. Na, gyakorlatilag a szeretet megvalósuljon közöttünk. Hát azt van, hogy itt élek közöttük, a gyerekek között, és ez nagy szó talán, ha azt mondom, de velük élem az életemet, őket szeretem, ők szeretnek viszont. Ez nekik is jó, ez nekem is jó. Mindenféle haszon, elvűség. Így teljesítjük egymásnak az életét. Én 2010, illetve 2014 között voltam a Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium tanulója, és nagyjából első naptól, mikor volt a legeslegeső gólyákat köszöntő mise, már láttam, hogy a Spiri, mert hogy mindenki így hívja, Simon Gáspár lelkiatyát, ő ilyen nagyon-nagyon központi figura, tehát ő az, aki a legeslegalsó szintől azt is tudja, hogy a papírok hol vannak, hogy mit hova kell tenni, és azt is tudja, hogy melyik diáknak a családjában milyen problémák vannak, vagy kivel mi történik éppen. Szerintem ebben fogalmazható meg neki a lényege, hogy ő igazából így mindenre kiterjedően figyel. És nem úgy, hogy neki most ez a feladata, hogy figyeljen, hanem aki úgy szóba áll vele, az látja, hogy ő nem tud nem figyelni. Tehát, hogy ő, hogyha elkezd veled beszélgetni, akkor ő nem azt nézi, hogy vajon még hány perc van a szünetből, vagy még mit kell elintézzen, hanem azt, hogy vajon most mi zajolhat a kicsi lelkedbe, vagy épp mi történik veled, és ehhez hogy tudna bármit hozzátenni. Régi diákok elmondásából, meg mások külsősök elmondásából is tudom ezt bizonyítani, illetve előttem bizonyos, hogy az itt eltöltött 4 év, vagy netán 8 év, az sokat emlegetett, idillikus idő. Ezt nem így csinálom. Én is ennek a részese vagyok. Tehát itt a mi erőködésünkön kívül, bent lakásban különösen, de az iskolában is, a mi erőködésünkön kívül, hogy mi csináljuk a programot, és mi szolgáltatjuk, és azért ilyen, amilyen, e fölött hatalmas erő van. Én érzem, és tényleg tudom, hogy ez. Mi csak az élvezői vagyunk ennek. Itt tényleg a Jó Máriának a jóságát, védelmét, aggódását, szeretetét, szerítségét érezzük. Van ennek a sulinak egy lelkülete, amit mikor bejön az újonc, egy kicsit ugye, visszatorva, hogy mi van itt, vagy valami, de 4 év elteltével átvesznek. Én csak prédikálok, de Isten adja a kegyelmet, a megérintettséget, az élményt neki. Tehát nem én csinálom ezt. Hiszen minden vársz-e bennem, hatalmad olyan nagy, szeretlek, Uram, állam szívem. A húsvétre való felkészülést nem tudom elválasztani az egyházi évnek a hamvazó szerdával kezdődő mozzanatától. Igyekszünk, hogy tényleg arra készítsük fel, hogy megérkezzen, tehát a nagybőjti időszakot keresztülében megérkezzen ő a húsvéti üzenethez, hogy Jézus feltámadt, a sír üres, kilépett a mozdulatlanság az anyagi világból, Jézus itt van, benne élünk, mozgunk és vagyunk. A minden nap veletek vagyok a világ végezetéig értelmében. Nem csak a szentségekben, hanem mindenhol. A húsvétnak van
hát ugye, mint a feltámadás ünnepének van számomra egy megtartó és vigasztaló üzenete, nem csak az agyamhoz, hanem a szívemhez is, hiszen sajnos én is mind a két szülőmöt elveszítettem. Édesanyám 2 éve halt meg január 24-én, és nagy támasztékot jelentett ez nekem. Meghalt, de csak a teste. És ő itt van, ő él. Tehát nekem ez nem hogy vigasztalódás, ez egy biztonságot, életörömet, életperspektívát jelent. Nem is félek a haláltól. Hogyha meghalok, az azért baj, mert nem tudok gondoskodni tovább. Arra is, azokra, akiket felvállaltam, akiket szeretek. Tehát nekem azért élni kell. Az a belső hívás, ami megvolt, az mind a mai napig megvan. Jól érzem magamat a bőrömben. Szeretem azt, ami együtt jár ezzel a feladatkörrel. A papi hivatás megélésével, a tanárkodással. Én így szeretek ember lenni.